Június 16-án dönt arról az országgyűlés, hogy visszavonja a veszélyhelyzetet. Amennyiben igen, úgy még nem nyithatnak ki automatikusan a kulturális intézmények, hiszen még érvényben van a 40/2020-as rendelet, mondta Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Ennek ellenére optimistán néznek a jövőbe, és meghirdetik a táborokat. Szeretnénk meghirdetni a nyári táborainkat, a nagy sikerű nyári táborainkat is, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban óriási terhet rótt a szülőkre az a fajta helyzet, hogy az óvodákba és az iskolákba távoktatás volt, tehát minden gyermekre otthon vigyázott a szülő. Június 22-től Mesterségek Mestere kézműves tábor, június 29-től Hercegnő tábor, július 6-ától Grimaszka tábor a színjátszás jegyében, július 13-tól Varázsecset tábor, augusztus 3-tól Szuperhős tábor, augusztus 10-től pedig kézműves alkotó tábor várja a 6 és 10 év közötti gyerekeket. A tematikus táborok részletes leírása megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján. Szeretik a családok ezt a táboros szolgáltatásunkat, és bízom abban, hogy jól fogják idén is érezni magukat, és még jobban bízom abban, hogy a veszélyhelyzetnek vége lesz, és akkor újra kinyithatnak a kulturális intézmények, és megrendezhetjük ezeket a nagy sikerű táborokat. Bár a bátaszéki úszoda még nincs teljesen kész, a sportolók már arra készülnek, hogy a vírusjárvány után újra együtt edzhetnek. Az évek óta sikeres táborokba az úszók és a karatésok is jelentkeztek, ennek megfelelően, bár csökkentett létszámmal, a gyerekek táborozni indulnak. Nagy Ákos vezetőedző azt mondja, nem elsősorban a felkészülést szolgálják az együttlétek. Igazából itt nem a felkészülésről szól most a fáma, hanem a csapat egyben tartásáról, hogy együtt legyenek, mozgassuk őket, ne hulljon szét a közösség, ne lustuljanak el, kicsit kilépjünk az online térből, egymás fizikai valójába tudjunk együtt dolgozni. A táborokban még várják azoknak a sportolóknak a jelentkezését, akik egyéb elfoglaltságuk miatt még nem jelentkeztek. Nagy Ákos azt mondja, a szülők még fenntartásokkal fogadták a lehetőségeket, így a megszokott létszám fele vesz részt a közös edzés héten.